Kigurul az új tanyagondnoki busz Kisdorogon. A település sikeresen pályázott a Magyar Falu programban. Így tudták megvásárolni a közel 15 millió forintos járművet. Az autóbuszra nagy szüksége volt a falunak, ugyanis a gyerekek a szomszéd községbe járnak óvodába. Többek között őket fogják szállítani vele. A polgármester azt mondja, eddig 71 millió forint érkezett az önkormányzathoz a programon keresztül. Az idejében viszont sokat nyertünk, és főleg az, hogy szinte az összes utca fel lesz újítva, még egy ilyen pályázatunk is van, ami még 20 milliós, úgyhogy az útjaink egy jó ideig nagyon, tehát karban vannak akkor tartva, nem lesz gond rá. Ezen kívül még nyertünk Urnafalra is pályázatot. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, hogy a 2019-ben elindult Magyar Falu programnak köszönhetően több lehetőség van a kis települések fejlesztésére. Ezek a kis buszok viszik a kisgyerekeket, illetve az idősebbeket különböző rendezvényekre, óvodákba, iskolákba, aztán társadalmi, sport és egyéb más rendezvényekre, illetve patikába, orvoshoz, rendelőintézetbe. Úgyhogy örülünk annak, hogy újabb nyertes pályázata volt a falunak. Potápi Árpád János hozzátette, hogy további három utca felújítása is zajlik még a faluban.